Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre megint Bence sziasztok fogja értékelni a rendelésemet. De hogy milyen rendelésemet? Ruha. Azt elmondom, hogy Fashion Nováról rendeltem, viszont ez egy konkrét kollekció. És te erről semmit nem tudsz, ugyanis kérdezted már, hogy mit fogsz értékelni, de nem válaszoltam rá. Ez egy konkrét személynek az úgymond kollekciója a Fashion Novánál. Szerinted kiről van szó? Csaj? Nem, férfi ruhákat nézünk. Ja. Youtuber? Nope. Bár mondjuk most már igen. Zenész? Az nem. Filmstar? Se. De influencer? Igen. És ismerem. Nagy valószínűséggel. Oké. Okay. Ki az? Kylie. Mai videóban a Kylie Jenner Fashion Novás ruháit fogjuk felpróbálni, Bence értékelni. Nem konkrét kollekciója, viszont Fashion Nován belül van egy olyan fül, hogy Kylie, és ott az összes olyan ruha megtalálható, amit ő valaha viselt és osztolt. Ezekből szedtem össze pár darabot, és megnézzük, hogy tényleg olyan királyok, mint az ő képein, vagy sem. Úgyhogy most elmegyek átöltözni, és ha rajtam van az első ruha, akkor jövünk vissza. Kis szünet után visszatértünk. Készen állsz? Készen állok. Jól sifigyelsz! Annyit elmondanék egyébként, ez nyilván nem számít bele Bence értékelésébe. Nagyon király, ezen a részen duplán van borva az anyag, és itt felül végig ilyen szilikon csík van, hogy ne csúszson le a kis válladról, cickódról és a hátadról. Úgyhogy ez egy pluszpont. És ez egyébként 2016-os, 7-es év Pinterest őrülete körülbelül ez a ruha, de nyilván ez az értékelésünkben nincs se számít. Színben tetszik egyébként, lehet, hogy elviselni, hogy egy picit ilyen barnás lenne, de nem rossz. Anyagában tök jó az én ízlésemhez. Hát ez a tetszik egyébként, de nem vagyok oda meg vissza ezekért. 10/8. És akkor csak, hogy izgi legyen, kamera mögött Barbie ott lesz. Várok tőled is egy pontot. Szerintem 10-es. Igen? Ez olyan felesleges kedvesség. Ez olyan, hogy elmennénk így bulizni, akkor valószínűleg sokan ráakadnának az asszonyra. Hát valószínűleg igen. Ja, mutatós, az biztos. De amúgy fogokényel. Jó, csak azért mert tudom, hogy lesz jobb szett 8. Én is azért mondtam, mert megtanultam már, nem szabad előre elérni a tízeseket, de ki tudja milyen bejön. De attól, hogy lesz másik jó is, attól, mert, hogyha... Figyelj, hogyha erre tízest adok és jön ez sokkal jobb, arra mit adok? Tízes a skála. Jogos. Jöhet a kövi. Becsuktam a szemem. Ó, Istenem, ne izgulok. Oké, okay. Hallani most nem hallok semmi sifigyelést. Pak! Na, látod miért mondtam? Ezért mondtam. 10/10 anyukám, tessék! Ez! Esküszöm! Hát ha őszinte akarok lenni, akkor nem teljesen érzem kényelmesen magam jelenleg. Pedig úgy nézel ki. Valóban. Hát kényelmesen nézel ki. Nem annyira érzem ezt a full has kirakást jelenleg az internetre, de ha te azt mondod, hogy jó, akkor jó. Milyen anyaga van? Úristen, ez nagyon jó. Egyébként remélem a cetlit nem hagytam benne. Van kapusznia, nem láttam. Ez zseni. Jobb palóg a kapusz. Az jobb, igen. Na ez jó. De cuki egyébként, meg meleg, kényelmes. Oké, okay, akkor kövi. Nem rossz egyébként. Ez ilyen... Hát hivatalosan kontra, ez... mintha egy inget viselni. Igen, ez egy ingruha szeretne lenni, egy szatén ingruha. Őszinte leszek veletek, és elmondom, hogy itt be van tűzve, ugyanis ez idáig kivágott. Úgyhogy összetűztem. Ezen kívül ez azt hiszem, hogy egy M-es méret, és a biztonság kedvéért jobb lett volna, ha L-eset rendelek, bár erre nem gondoltam, mert elég rövid, és hátulról is elég rövid, tehát látjátok, hogy itt se a helyén vannak amúgy a dolgok. És hogyha ebbe ki szeretnék menni valahova, akkor leggings vagy egy nadrág, rendes nadrág nélkül nem feltétlenül érezném magam komfortosan. 10/8, és no comment. Nem tudok hozzá mit fűzni. Jó, egyébként. Oké. Okay. Szép. Akkor most titeket itt elvágunk, és megmutatom a többieknek, hogy hogy néznek ki a kérdezem.
Csinálj már így. Én nem tudom elképzelni, hogy te ezt valaha is kint fogod használni. Én sem nagyon, hogyha őszinte akarok lenni. De ki is néznének. Tehát ez... Kinéznének? Magyarországon ez... Hát jó, mondjuk nem tudom úgy, hogyha a derekamra kötök esetleg valami. Én is hosszú bőzött. 10/9. Miért nem 10? Mert itt nem azért, mint hogyha én amúgy 10-et adnék rá. Mert a szín lehetne jó. Egyetértek. A fekete az nem tudom ilyen. A feketével van baj? Aha. Csak azért mesnasz? Milyen színben lenne jó? Normál. Erről beszéltem nektek, az összhang, az összhang. Oké, és akkor jön az utolsó, ami ennek a majdnem hogy szöges ellentéte. Van tipped, hogy mi lesz az utolsó ruhánk? Valami erről, nem tudom. Honnan tudjam? Hát nem tudom. Hát akkor valami színe. Nagy. Színe. Na jó, jövök mindjárt. Akkor most tudok, kíváncsi vagyok. Open. Befogadom az információt jelenleg. Tudod, mivel van bajom? A színnel. Tudod miért? Mert ezzel a színnel, ez a stílusú ruha olyan, mintha egy ladac lennél. De azt úgy is szereted, nem? De azt úgy is szeretem, úgyhogy nem baj. Felvettem egy magas sarkút. Valahogy úgy érzem, hogy ebbe egy kicsit, nem tudom, mintha lenne benne legalább egy kicsi alakom, vagy nem tudom, mert baromi kényelmetlen egyébként olyan téren. Elhiszem. Hogy... anyagában is, nagyon szúr. Azt hiszem, hogy talán 20 vagy 21. szülinapján egy ilyen overálja volt Kylie-nak az egyik szülinapi ruhája. Ebben 10 percet kibírni is katasztrófa. Egyébként... Tudod, mivel lenne jó? Királykékbe. A másik, neked minden királykékbe jó. Imádod. Illik a szemedhez. Köszönöm. A másik, hogyha nem vigyázol, akkor ez a felső réteg, amin ez a... Annyira... filter van. Tudom, hogy flitte. Nagyon-nagyon lötyög rajta, és hát ide fel tud csúszanni, ami elég hülyén néz ki, és cici alatt meg kicsit sem, hogy mondjam, karcsúsított, tehát full nem áll jól, szerintem. 10/8. Mire kapta a 8 pontot, hogyha a színe és a mintája nem tetszik? Mert igazából nem néz ki rosszul. Na jó, 7. Bármilyen élethelyzetben el tudnád ezt képzelni? Egyáltalán nem. Kicsit sem. Hát akkor... Hamarabb képzelem el magamon, mint rajtad. Úgyhogy ezzel véget is ért a Kylie kollekció pontozásunk, amit nem vagyok benne biztos amúgy, hogy úgy alakult, mint ahogy szerettem volna. Mert? Azt hittem, hogy jobbak lesznek a ruhák, őszintén megmondom. Nem tudom, hogy mire számítottam, de nem biztos, hogy erre. Igen. Szeretném jelezni, hogy nem vagyok terhes, csak rosszul villan a fény. Barbie felhívta rá a figyelmet. Valaki ezt írta, hogy terhes? Azt mondta valaki, hogy olyan fura vagyok, mintha terhes lennék. Ez egy smink videóban volt, ahol csak az arcom látszott. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ahogy általában szoktuk, várom tőletek is a pontozást. Kíméletesen, de azért várom tőletek is a pontozást. És ennyit a Kylie kollekcióról. Nagyon szépen köszönöm, hogy értékelted. Remélem, hogy nem sokára egy kicsit jobb felhozatallal tudok neked érkezni ruhákkal. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!